De azért meg is csak... Azért meg is csak kényelmes, hogyha vasárnap is tudsz venni dolgokat. Persze kényelmes, de nagyon már le van egyszerűsítve az élet, vasárnapi ebédhez, vagy valami, akkor ugye meg tudják venni valahol. És ne a benzint fogyasszák, hogy a nagy szupermarketekbe mennek, meg ne ott költekezzenek sokat, hanem inkább a kisboltokban. Szerintem. Nem is kéne olyan sokáig nyitva lenni a boltoknak. Elég lenne ilyen... Igen, mert azok az emberek is ugye nem rabszolgák. Nem kell egész napot dolgozni, nekem ez a vélemény. Azért, mert hogy valaki, aki este is akar élni az esti életet, akkor annak rossz. Előre kell gondolkodni, hogy akkor majd akkor vásárolsz, vagy előre. Igen, de a KDNP úgy gondolja, hogy vasárnap az legyen a családoké, vagy a templomban. Az is igaz, de... De miért, és akkor nem kell vasárnap semmi enni, attól függetlenül? Ettől függetlenül a családommal együtt tudok lenni. És attól, és szerintem azért, mert itt vannak, ettől még azok a családok is meg tudják oldani azt, hogy együtt legyenek, akik netán dolgoznak akkor. Mert akkor fogy el minden kaja, és akkor nem tudsz elmenni. Lehet, hogy gazdaságilag egy pár tized százalék is visszaesés jelentene, de bár egy kicsit egyszerűbb benne az élet. Azért a világ nem abban az irányba megy általában, hogy a kihagyhatnánk egy napot a munkából, de Ausztriában is, ahol ezt elég komoly betartottakat is folyamatosan visszalépnek ebben a témában, tehát folyamatosan tágítják a nyitvatartási lehetőséget.